Sokan tiszteltem, lezajlottak az októberi választások. Ezt a lakosainak többsége, Romaneketelka úrasszonyt választotta meg polgármesternek. 40 évvel ezelőtti kép ötlik fel a szememben. Ide jött Lékai László, bíboros úr, és azt mondta, successa virescit, a megnyesett fa kizöldül. A megnyesett, megtiplott Esztergom lehet, hogy virágba borul ezután. Még a bíboros úr örömmel és szeretettel beszélt Kairoszról, a sikeres pillanat angyaláról. A sikeres pillanat átrepült a fölöttünk, kardját megvillantotta, a bal szerencse elszáguldott a városfeje felől. Esztergom talán egy új hajnal előtt áll. Nagyon nehéz volt ez a győzelem, hiszen alig egy zászló ennyi szavazóval győzött Romaneketelka úrasszony, a jelenlegi új polgármester, a régi Tétényi Éva polgármester úrasszony előtt, hiszen 5100 és 5000, tehát kb. 263 ember volt a különbség, hatalmas nagy tömbe mind a kettő, két nagy hadsereg, pedig történtek különféle matematikai, aritmetikai számolgatások. Többen emlegetik, hogy elemezzük ki, hogy mi volt a veszteség, oka nem hinném. Egy-két szóval azért a két jelölt közti különbségből is adódik, hiszen Tétényi Éva úrasszony emocionális, érzelmi politikus, ami nagyon jól mutat a képernyőn. Romaneketelka asszony inkább racionálisabb és hűvösebb, bár a televízió, a média guruk szerint hűtőközeg, és ez túlhűti, de ez a csöndes, hűvös, építkező szellem, ami kockáról kockára haladva fogja előre vinni Esztergomot, ez nagyon sokat számít. Hát mindenki tudja, hogy az egyik a csőd volt, a másik pedig hát a személyes kapcsolata, aki hát gyakorlatilag a városháza fejétől volt par nehéz a Tétényi romboló. Mert ezt most hagyjuk, hogy a választás eredményeként milyen helyzet fog kialakulni, az minden tőlünk függ, hiszen voltak csodás álmok, mindenképpen olyan előrelépéseket kell eszközölnünk, amelyek előre viszik a várost. Például kell egy lobbista, kell, aki eladja a várost, vagy egy lobby csoport, aki eladja a várost Budapestre, hiszen Esztergom, a Szentváros közel van az Istenhez, de távol Budapesttől. Másodszor, hogy mi sokáig úgy volt, hogy Budapest agglomerációhoz fogunk tartozni, de aztán megijedtek, hogy a klerikális város megfertőzi a főváros szellemét, ezért hozzácsaptak Tatabányához, így aztán nem Budapest szatellitvárosa lettünk, pihenő és diákvárosa, hanem hát Tetőbánya csicskásvárosa. Annak ellenére, hogy Tatabánya kirobbanó fejlődés produkál, mi meg hát megyünk lefelé, mentünk is, és hát ezután már remélem nem, mint a tehén farka. A számadatok szerint rendkívül nagy jelentősége volt annak, hogy több polgármester indult, hiszen ha két polgármester van, akkor marad minden a régiben. Azt hiszem, hogy ezt nem szabad figyelmén kívül hagyni, csak annyit, hogy bár a jobbikos szavazati arány, illetve az LMP szavazati arány fölülmúlt a Stámbusz Andrea úrasszony és Körmeci Miklós úr szavazati arányát, de rendkívül nagy jelentősége volt abban, hogy Romaneketelka is a Fidesz győzött. Ez egy sarokpont, Esztergom, most már rájöttünk arra, hiszen voltak itt olyan fülesek is, hogy még a külföldi titkosszolgálatok is belekavartak a műsorba, de mi sem jellemzőbb arra, hogy Orbán Viktor szombaton, lóhalálában, már bocsánat, ide száguldott, és egy flashmobon, egy villámcsődületen, egy tömegröpgyűlésen bíztatta szavazásra, küzdelemre a harcosait. Mindenki tudta, hogy Esztergom a fordulópont. Úgy tűnik, hogy ez a választás,
ez tényleg az országban nagyobb jelentőséggel bírt. Mi sem jellemzők, hogy a közszolgálati televízió 10 percenként kapcsolgatott Esztergomra. Úgy is mondhatnánk, hogy itt fordult meg minden, hiszen a nagy békemenetek megmentették Orbán Viktort, és az ilyen lassú kis műsorokon, kis eseményeken keresztül akarják most bizonyos multi erők leszalámizni, szétforgácsolni a Fideszt. Az esztergomi győzelmet egy második békemenetnek is elkönyvelhetjük. Sok mindenre várunk még, sok minden vár mi ránk, tehát az, hogy Esztergom megyei jogú város legyen, az, hogy újra visszahozzák az egyetemet, hiszen annyi üres épület van, ez egy iskolaváros, ez egy kórházváros, kiváló orvosi karral, nincs orvos Magyarország, hát képezzenek, annyi hely van orvos egyetemre. A Katolikus Művészeti Egyetem ide kéne, hogy jöjjön. Köztudott, hogy nem bántják a nagy liberális erőközpontokat, Elte, Corvinus, viszont a többit lassan számolják föl, és minden erőt összpontosítanak erre a csinovnyik gyárba, a közszolgálati egyetemre. Hát akkor ide kéne hozni, itt is kéne képezni, ez egy iskolaváros. Azon kívül szükség van, hogy visszaállítsák Esztergom technikai jellegét is, hiszen a Bottyán gimnázium fölmorzsolása az egy nagy tévedés volt. Az István, hát helyett hoztak egy újabbat, de az István meg kell említeni, mert azt, hogy Meggyes hosszú árnyéka rábetült erre a választásra, hosszú, hideg árnyéka, az az István gimnázium körüli bonyodalmaknak is köszönhető, de mindenképpen annyi üres hely van, és olyan gyorsan stadion sebességgel lehetne gimnáziumokat építeni. Kell egy konferenciaközpont, mindenki ide vágyakozik, hát mondják, hogy milyen ékszerdoboz dolog a dolog, nem állnak meg a turisták, de itt maradnának. Magyarországnak három brendje van, amit az északi sarktól déli sarkig mindenki ismer, Puskás, Rubik, Mincenti. Hát itt inkább csak Buzánszky Jenő bácsi és Grosics Gyula bácsi isteni gosztalja áll kapcsolatban Esztergomba, Puskás úr nem. A Rubik család félig meddig, hiszen köztudott, hogy ráadásul Rubik Ernő édesapjáról nevezik el a repülőteret. Ez is egy világ brand lehetőség számunkra, és hát Mincenti. Még egy dolgot, hogy a híveket, a katolikus híveket, akik kiálltak most a románeket elka mellett, már sokan voltak, akik Tétényében úrasszonyra szavaztak, azoknak ajánlanám, hogy azért egy boldogunk is van, akire kutya se emlékeztet Esztergomban. Tehát emléktábla, emlékszobor mindenképpen járna dr. Meszlényi Zoltán bíboros úrnak. Arról nem is beszélve, hogy annak idején mi vetettük föl a Szentvárosok Zarándok Turisztikai Szövetségét, amelynek során az első kapcsolat Izraellel kapcsolatban volt. Nagyon nagy örömmel fogadták, hogy hát az akkori városvezetés ezzel nem törődött, hát 10 évig nem azzal törődtek, hogy Esztergomot fejleszik, inkább az, hogy lehet-e víz alatt tartani, de hát ez már elmúlt minden keserűséggel. Tehát ezek a dolgok, és még egyet azért ne feledjünk el, ez az emberi becsület, a katolikus hit is megkívánja, hogy megemlékezzünk, idáig nem emlékeztünk meg, azokról a polgártársainkról, embertársainkról 70 évvel ezelőtt kezdtek elhurcolni. Tehát a roma és az izraelita holokauszt emlékét soha ne felejtsük el, és ideje lesz, azt hiszem roma Hetelka úrasszonynak első feladata lenne az, hogy ezzel kapcsolatban egy meghitt, a mi becsületünket erősítő, büszkeségünket acélozó eseményen, pillanattal emlékezzen meg erre, azokra a polgártársainkra, Berényi Zsigmondra, a Srang bácsira, egy csomó kiváló, vagy akár Gózon Gyulára, vagy akár a Mező Ferencre, vagy akik itt voltak Esztergomban, és Esztergom hírnevéhez, nagyságához, világhíréhez hozzátettek valamit. Ha kinézünk, vagy ha földhöz tapasztjuk a fülünket, érezzük, hogy Esztergom szívzörei elindultak. Elindult fölfelé a város, elindultunk, hogy valami már legyen. Kezdjük el megmászni a magaslatokat. Legfontosabb az, hogy ne legyen bosszú hangulat, tehát ne legyen se Meggyes arcán való táncoláshoz hasonló, se ilyen, mint a magyar sajtóban most megjelent, amelyben a hát nem győztes polgármester asszony egyszerűen a saját táborát mindenféle mutyistának hívja, ami nem egy ízléses. Tehát legfontosabb az, amit Deng Xiaoping is mondott, nem fontos, hogy milyen színű a macska, csak fogja meg az egeret. Tehát
Én azt gondolom, hogy ez egy rövid elemzés volt, hiszen inkább a hosszú menetelés vár ránk, a hosszú menetelés hegymenetnek fölfelé. Esztergom elindult, Esztergom tetszhalálból fölébredt, a királyvárosra nagy és szent pillanatok várnak, hogy így mondjam, idáig egész pályás letámadást kelleten szenvednünk, most azt mondom, ami rár Esztergomra, az egy egész pályás feltámadás. Az egész pályás feltámadásban mindenkinek részt kell venni, gratulálunk Roman Eketelka urasszonynak és kiváló csapatának, azért még említsük meg azt, hogy ahhoz, hogy Esztergomban itt a Fidesz győzhetett, és egy azért még jobb pillanatok is várnak ránk, mint a cirkuszolás, az eddigi cirkuszolás. Meg kell említeni azt, hogy Stámusz Andrea úrasszony és Körmeci Miklós úr hát elég erőteljesen hozzájárultak ehhez a szavazati arányhoz és ehhez az aritmatikai pillanathoz, hogy győzhetett Esztergom. Úgyhogy ha fölkapcsolják a villanyt, ha elindulnak a buszok, ha eltakarítják a piszkot, ha halljuk a város életének szívzörejeit, azért egy röpimát értünk is mondjuk el, azokról a hősökről és diadalmasok, akik győztek a választásokon, azokról is, akik bátran és büszkén küzdöttek, de most nem nyertek, és hát mindenképpen adjunk hálát az Úristennek, hogy nem veszítette, hogy még mindig rajta tartja a szemét Esztergomon, Esztergom a Szent Királyváros. Mi nekünk itt a világban többek közt az a kötelességünk, hogy egyrészt hát minél közelebb legyünk az Úristenhez, és most már hozzuk közelebb a város Budapesthez, tegyük föl a magyar, a nemzetközi és a világpolitikai térképre, hiszen megérdemli. Hát rövid voltam, de csak annyit tudok mondani, minden esztergominak rock and roll.